Vizsgáljuk meg függvények szélső értékeit, maximumát és minimumát, illetve zérus helyét. Az fx függvény hozzárendelési szabálya 2x plusz 1, azaz minden x-hez a kétszeresénél egyen nagyobb számot rendeli. Ezt, hogyha táblázatba kiszámolgatjuk és ábrázoljuk, egy ilyen függvényt kapunk. Miért lett ez így eldarabolva, miért lett ez így megcsonkítva? Hát az alaphalmaz és a képhalmaz miatt. Ugyanis az alaphalmaz azt mondja, hogy csak azoknak a x értékeknek számolhatok képet, hozzárendelt értéket, amelyek mínusz 3 vagy annál nagyobbak, tehát a mínusz 3-nál el kellett vágjam a függvényt, x egyenlő mínusz 3-nál. 5-nél kellett volna még elvágjam, de azért nem itt vágtam el valahol, mert a képhalmaz is közbeszólt, ugyanis azt mondja a képhalmaz, hogy csak azok lehetnek képek, amelyek mínusz 8-nál nagyobbak, vagy 4, vagy annál kisebbek. A képek az y-tengelyen olvashatók le, ugye az értékek, és 4 lehet a maximum, tehát itt el kellett vágjam. Ezért nem x egyenlő 5-nél vágtam el, mert a 4 az már hamarabb beleszólt a dologba. Tehát a függvény ez maradt, így az értelmezési tartománya mínusz 3 és 1,5 között van, azaz itt létezik a függvény, értelmezési tartomány ugye az x-tengerről olvasandó le. Az érték készlete pedig az y-ról olvasandó le, mínusz 5 és 4 közötti. Itt létezik a függvény. Nézzük meg a szélső értékeit. Maximum. Maximum egy függvénynek, ahol a legnagyobb az értéke. Az érték ugye az y-tengerről olvasandó le, tehát ennek a függvénynek a maximum értéke 4. 4 a legnagyobb érték, amit fölvesz a függvény. Tehát maximum érték y egyenlő 4. Hol veszi föl ezt a 4-et? Melyik x értéknél? Hát ugye ezt pedig maximum helynek nevezzük, és jól leolvasható, hogy az 1,5-nél veszi föl. Tehát a függvényünk maximum helye, ahol a legnagyobb értéket fölveszi, 1,5, x egyenlő 1,5, és ez a legnagyobb érték, amit fölvesz, az y egyenlő 4, tehát az meg a maximum értéke. Hasonló módon kereshetünk minimum helyet és értéket, ugye a minimum, ahol a függvény értéke a legkisebb. Az értéket az értéktengerrel olvassuk le, tehát minimum értéke mínusz 5, y egyenlő mínusz 5, és ahol ezt a függvény fölveszi, az a minimum hely, az az x egyenlő mínusz 3. Tehát a minimum helye x egyenlő mínusz 3, hiszen ott a legkisebb a függvény. Mennyi a legkisebb érték, amit ott fölvesz? Mínusz 5. Beszélhetünk még ugye zérus helyről. A zérus hely az azt jelenti, hogy a függvényünk, innen kapta a nevét, hol nulla, azaz zérus. A függvény értéke, ugye az y-tengelyen vannak az értékek, ahol nulla, az tulajdonképpen maga az x-tengely. Kérdés az, hogy a függvény hol ennyi? Hát itt. Tehát ennél a helynél nulla az értéke. Ezt nevezem akkor zérus helynek, ami szemmel láthatólag tulajdonképpen az, hogy hol metszi az x-tengelyt. Tehát egy függvény zérus helye, ahol a függvény értéke nulla. Azaz, zárójelbe jegyzem meg, de talán egy diák szempontjából ez a legmegegyezhetőbb, a zérus hely ott van, ahol a függvény metszi az x-tengelyt. Ez pedig x egyenlő mínusz 0,5-nél van. Tehát így beszélhetünk egy függvény maximum értékéről, maximum helyéről, minimum értékéről, minimum helyéről, illetve zérus helyéről.